A Jászlajkun Szolnok vármegyei főügyészség 2023. február 17-én emberölés, életveszélyt okozó testisértés és súlyos testisértés büntette miatt emelt vádat azzal a 34 éves büntetett előilletű férfival szemben, aki a vád szerint rendszeresen egy esetben közvetlen életveszélyes sorozat bordatörést, egy esetben új csontörést okozva bántalmazta, és végül 2021. szeptember 3-án este 20 óra körüli időben karcagi otthonában dulakodás közben megfojtotta az édesapját. Az újabb kitűzött tárgyaláson a férfi továbbra is tagadta a gyilkosságot. A vádlott időrendben érkezett vallomásait a bíró ismertette. Igaz, hogy én vitáztam édesapámmal, de nem én vagyok az elkövető. Amikor reggel a hajnali órában édesapámat megtaláltam a hálószobában, az ágyon hanyat fekve, aki nem reagált semmire, mobiltelefonon fölhívtam a 112-es segélyhívót és orvosi segítséget kértem. A diszpécser arra utasított, hogy vegyem le édesapámat az ágyról, és kemény talajra fektessem, és kezdjem meg az újraélesztést. Az újraélesztést addig csináltam, amíg a mentősök ki nem érkeztek, a mentősök is újraélesztés közben találtak. A telefon mindvégig kihangosítva volt. Az ügyészség álláspontja szerint dulakodás közben megragadtam édesapám nyakát, és addig szorítottam, amíg nem mozdult. Nem ragadtam meg édesapám nyakát, bárki bemehett, amikor eljöttem otthonról. Hogyha édesapám nyakát én ragadtam volna meg, akkor ott lett volna az én DNS-em, erről igazságügyi DNS szakértői vélemény is készült. Az ügy október 3-án újabb tárgyalással folytatódik majd, ahol az igazságügyi pszichiátriai szakértőket is bekapcsolják majd távmeghallgatáson keresztül.